Önök a Hír hetet, az M-Pén Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Kiemelt híreinkkel kezdjük. Kóta népszavazás. Az ötös számú választókerületben 97%-os volt a nemek aranya. Sátoraljaújhelyen és Sárospatakon is 35%-os arányban vettek részt a népszavazáson. Szabad pálinka napfűzéren. Az Abaúji és a Zempléni régiót felölelő ötös számú választókerületben több mint 31 ezeren adták le voksukat a kvóta népszavazáson, mondta híradónknak dr. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő. Hozzátette, hogy a rendszerváltoztatás óta ez az első olyan kérdéskör, amiben a legtöbben nyilvánították ki véleményüket. Ez esetben is a leadott szavazatok 98%-a nem támogatja a kötelező betelepítést. Az ötös számú választókerületben mintegy 78 ezer választásra jogosult állampolgár él. Közülük több mint 31 ezeren éltek ezzel a lehetőséggel a vasárnapi kvóta népszavazás kapcsán. Dr. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő szerint ez megközelíti az országos átlagot. Először is szeretném megköszönni az Abaúji és a zempléni polgároknak a népszavazáson való részvételét, hiszen a választókerületben 78.480 polgár jogosult a szavazásra, és ebből megjelent 31.466, mintegy 40,9%-a a választópolgároknak. Ebből 29.728 volt az érvényes, és a legfontosabb, hogy a igen 605 és a nemek pedig 29.423. Vagyis úgy hiszem, hogy megmutatkozott egyértelműen a ötös választókerület polgárainak a akarata, hogy nem kérünk Brüsszel betelepítéséből, hiszen a nemeket illetően 98,9%-os volt az arány. Az országos részvételi arány átlagosan 43% volt, az Abaúji és Zempléni területet felölelő ötös számú választókerületben 40% volt ez a részvételi arány, ami az országgyűlési képviselő szerint jó eredmény. Magyarország győzött, hiszen egy konkrét kérdésben a polgároknak, akik részt vettek, 98,9%-a szavazott, nemmel. Úgy vélem, hogy ez egy intőjel Brüsszel számára is, hogy nem lehet a polgárok megkérdezése nélkül dönteni bizonyos kérdésekben. Dr. Hörcsik Rihárd jelenleg Csehországban egy olyan egyeztetésen vesz részt, ami többek között a migrációs kérdéssel is foglalkozik, tette hozzá. A visegrádi négyek parlamentjei egyeztetnek, hogy a következő csúcsra, az európai csúcsra, milyen véleményt alakítsanak ki a visegrádi négyek parlamentjei, illetve a parlamentek mire kérjék egyöntetően a visegrádi négyek kormányait. Az egyöntető a állásfoglalás, hogy meg kell állítani Brüsszelnek ezt a fajta téves migráns politikát, tehát ebben egységesen fognak fellépni a visegrádi négyek, és ahogy itt többen megjegyezték, a magyar népszavazás megerősíti ebben a hitükben, hogy fontos a polgároknak a megkérdezése, és a továbbiakban szolidálnak Magyarországgal. Az itt megszülető összefogás Brüsszel előtt megjelenik a napokban, tette hozzá az országgyűlési képviselő. Sátoraljaújhelyen és Sárospatakon is rendben zajlott a népszavazás. Mindkét városban 40% alatt volt a választási részvétel, és sokan éltek az átjelentkezés lehetőségével is. Vasárnap a járási hivatalok is ügyeletet tartottak, így akadtak, akik ideiglenes személyigazolvánnyal voksoltak. A Borsod-Abaúj Zemplén megyei 5-ös számú országgyűlési egyéni választókerületben sem lett meg az érvényességi küszöb a kvóta népszavazási kérdésben. Ám a válaszadók valamivel több mint 40%-a, vagyis a megyei átlag felett élt választási jogával. Az előzetes eredmények este 10 órára beérkeztek a választókerületi irodába Sátoraljaújhelybe. Ettől még korábban átszámolták a Sátoraljaújhelyi szavazatokat, ahol a választásra jogosult több mint 12.400 állampolgár között
közül 4806 szavazott, ebből 4345-en nemmel. A járási hivatal is nyitva tartott ezen a napon, aki idéglenes személyigazolvánnyal szeretett volna szavazni. Éltek is ezzel a lehetőséggel az emberek, ahogyan sokan igényeltek mozgóurnát is. Igaz, ebben a kérdésben még mindig nem elég tájékozottak az állampolgárok, mondta el híradónknak az irodavezető. A választópolgárok még most sincsenek azzal tisztában, hogy a szavazatszámláló bizottság csak abba a közterületre mehet ki mozgóurnázni, ami az ő illetékességi területéhez hozzátartozik. Tehát hiába van adott szavazatszámláló bizottság előtt lévő névjegyzéken az illető, hogyha ő elmegy otthonról, vagy betegsége miatt mondjuk a gyerekénél tartózkodik, ami már más szavazatszámláló bizottsághoz tartozik az alakcím, akkor bizony oda nem mehet ki a bizottság őt leszavaztatni. Az előzetes választási adatok már este 10 órára felkerültek a Nemzeti Választási Iroda honlapjára, amelyből kiderült, mely településen voltak a legaktívabbak a választópolgárok. Az ötös számú választókerületben 50% felett a kisnélekszámú településeken élők éltek demokratikus jogukkal. Így például Zsújtán, Bozsván, Fűzéren vagy Pányokban ment el a választásra jogosultak több mint fele szavazni. A legkevesebben ebben a választókerületben Ricsén szavaztak. Az ott élő választópolgárok alig 20%-a adta le voksát. A szavazók közül ott is, mint mindenhol az országban, a betelepítési kvóta ellen adták le voksukat. Zökkenőmentesen indult a vasárnapi kvóta népszavazás Sárospatakon. A 17 szavazókörben rendben megnyíltak az ajtók a választópolgárok előtt, rendkívüli esemény nem történt a nap során, mondta a választás napján a város jegyzője, aki ilyen esetekben a helyi választási bizottságot vezeti. A szavazatszámláló tagok és a jegyzőkönyvvezetők előre részt vettek egy oktatáson, majd esküt is tettek. A szavazás részvételéről előre meghatározott időpontokban adtak jelentést a szavazókörök, majd pedig a települések. Stábunk kora délután járt a központban. A 15 órai jelentések feldolgozása után az országos átlag ez 30,66%, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 28,58%-kal áll, és akkor ehhez képest ugye a Sárospataki 25,7%. Úgynevezett dömping több alkalommal is volt, mondta a helyi választási iroda vezetője. Klasszikusan a délelőtti templomba járást követően, később pedig a családi ebédek elköltése után indultak többen is szavazni. A polgármesteri hivatalban kialakított szavazókör volt a helye azoknak, akik átjelentkeztek Sárospatakra, miután a népszavazás idején otthonuktól távol tartózkodtak. A polgármesteri hivatal épületében működik a 6-os számú szavazókör, ahol a település más településekről átjelentkezők szavazhatnak. Én egyeztettem néhány szóban a jegyzőkönyv vezetővel, és ő azt mondta, hogy az átjelentkezőknek a részvételi aránya magas, tehát aki fontosnak tartotta azt, hogy kérje az átjelentkezőt, róluk elmondható, hogy el is jöttek, és leadták a szavazatukat. Velük együtt Sárospatakon összesen 4038 fő vett részt a népszavazáson. A szüret, a jó idő és számos egyéni indok is befolyásolta azt, hogy nem érte el az érvényességi küszöböt a kvóta népszavazáson való részvétel. Nyilatkoztam a Szamosvölgyi Péter polgármester. Ám annak, hogy a választáson résztvevők nagy többsége a kötelező betelepítés ellen szavazott, mutatja, hogy a magyaroknak mi az álláspontjuk, mondta a város vezetője. Sátoraljaújhelyen is a nemek győztek, még ha kevesebben is éltek a népszavazási lehetőséggel a kvóta ügyében. Ennek sok oka lehet. Az újhelyi polgármester szerint Tokajhegy alján az egyik ok a szüret. Jó időben inkább a munkát, mint a voksolást választották az emberek. Sok ember dolgozott a gyümölcsösökben, a szőlőkben, és azt is nagyon jól tudjuk, különösen akinek volt lehetősége ilyen munkához, hogy bizony, amikor fáradtan 5 óra, 6 óra között hazaér, akkor már erősen megfontolja, hogy még zuhany, átöltözés és indulás megy-e szavazni, vagy sem. Itt ebben az esetben azt gondolom, hogy ez történt. Mégis az érezhető,
hogy azok közül is, akik nem mentek el szavazni, több emberre volt szerencsém beszélni. Megvoltak az egyéni okok és indokok, és az is válaszként elhangzott, hogy de amennyiben elmentek volna, akkor természetesen ők is nemmel szavaznak. Hát az a jó érzés, hogy bár alacsony volt a részvétel, vagy alacsonyabb, mint gondoltuk, de a véleménye, ott is a nemeknek a vélemény, az otthon maradottak esetében is a nemekre mozdul el. Sátor Aljaújhelyen a leadott 4795 szavazó közül 97,5% voksolt a nemre. Az érvénytelen szavazatok száma valamivel több mint 7% volt. Az országos átlagnak megfelelő arányban szavaztak vasárnap a sárospatakiak, mondta híradónknak Aros János polgármester. Kiemelte, a kvóta népszavazáson sokkal többen éltek szavazati jogukkal, mint a 2 évvel ezelőtti helyhatósági választáson, vagy éppen az ország Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló népszavazás kapcsán. Igennel 76-an, nemmel 3712-en szavaztak a kvóta népszavazáson Sárospatakon. 246 érvénytelen szavazólapot adtak le a voksolásra jogosultak. Aras János polgármester kiemelte, a városban élők többsége most is kinyilvánította véleményét. Megragadom a lehetőséget, hogy minden sárospataki választásra jogosult személynek megköszönjem azt, hogy élt állampolgári jogával és a tegnapi népszavazáson részt vett, és a nemek arányát tekintve együttesen döntöttünk úgy, hogy nem kívánjuk kockáztatni Magyarország jövőjét. Az országos adatokhoz hasonlóan nálunk is 38,99% volt a részvételi arány. Ez azt jelenti, hogy ebben az évben többen mentünk el szavazni, mint mondjuk a 2 évvel ezelőtti helyhatósági választáson, hiszen a választásra jogosult 10.276 személyből több mint 4.000-en, pontosan 4.038-an vettek részt a szavazáson, és az ő 98%-uk úgy döntött, hogy 3.712-en úgy döntöttek, hogy egy határozott nem. Nyilvánítunk véleményt ezen a népszavazáson. Mindösszesen 76-an voltak, tehát 2,01% akik igennel voksoltak. Még egyszer megköszönöm minden sárospatakinak. Én azt hiszem, hogy ezt a hatalmas eredményt, ezt az óriási nem szavazati arányt, ezt Brüsszelnek, az Európai Uniónak, az Európai Parlamentnek mindenképpen figyelembe kell majd vennie. A sajtótájékoztatón az is elhangzott a polgármestertől, hogy a választópolgárok Sárospatakon valamennyi szavazás alkalmával hasonló mértékben járultak az urnákhoz. 2 évvel ezelőtt mindösszesen 3600-an mentek el szavazni, vagy hogyha országosan figyelembe vesszük azt, hogy az Európai Parlamentbe való belépésre, az Unióba való belépésre is jóval kevesebben szavaztak. Én azt hiszem, hogy ezt a több mint 3 millió nagyon határozott nem szavazatot mindenkinek figyelembe kell majd vennie. Bízom benne, hogy Brüsszel is meg fogja érteni azt, hogy nem dönthet, nincs is felhatalmazása dönteni olyan kérdésekben, amelyek egy-egy ország szuverenitását érintik. A Magyarországon kialakult helyzetről és arról, hogy akar-e Magyarország és ha akar, milyen feltételekkel idegeneket látni az országban, arról a magyar embereknek kell döntenie. Éppen ezért köszönöm azoknak, akik fontosnak érezték azt, hogy mi nyilváníthassunk véleményt, és elmentek szavazni, éltek állampolgári jogokkal, és különösen köszönöm azoknak, akik nemmel tették ezt. A szörp, a lekvár, az aszalványok készítése mellett a gyümölcsök közkedvelt felhasználási módja a pálinka főzés. Fűzéren 2010-ben hívták életre a zempléni szabad pálinka napot, amelyet nemzeti italunk ünnepe. A település azóta hagyományossá vált rendezvényén, idén is többféle gyümölcspálinka volt kóstolható a helyiek és a térségbeli pálinka műhelyek jóvoltából. Az egész napos programot kulturális bemutatók, termékversenyek, gasztronómiai udvar és kézműves bemutatók is színesítették. A fűzéri vár tövében 7. alkalommal ünnepelték meg közkedvelt nemzeti italunkat, országunk hungarikumát, a házi pálinkát. A település polgármestere szerint azzal, hogy újra adóköteleség vált a főzés, nem csökkent a pálinka készítési kedv a faluban és a régióban. Ugyanolyan mértékben, hogy a gyümölcsök megteremnek, és ha jó termés van, akkor sok pálinkát főzetnek belőle. Tehát ez a szabályozás csak jelképesen, hál' Istennek, igazította el Brüsszel felé megfelelően a törvényi hátteret.
de a pálinka ettől még ugyanolyan finom lesz, a finom gyümölcsből, szép válogatott gyümölcsből főzik. Rizs Gábor országgyűlési képviselő szerint a magyar pálinka méltán elismert és közismert határainkon belül és kívül. A pálinka apropója ennek a mai rendezvénynek, hiszen sokkal többről szól a történet. Szól Füzérről, a füzéri várról, Magyarország egy csodálatos szegletéről, és egy olyan munkáról, amelyet a füzériek az elmúlt években végeztek el, és egy olyan várromot tettek újra látogathatóvá, amely azt hiszem, hogy csodát fog kiváltani minden, a csodálkozás fog kiváltani minden idejövő idegenből. Az eseményen a pálinkák széles választéka várta a vendégeket, a pálinka műhelyek jóvoltából pedig igazi különlegességek is kóstolhatóak voltak. Körte, szilva és megy gyümölcsökből készített pálinkákat jelentünk meg itt a Pálinka Fesztiválon. Gyakorlatilag minden gyümölcsünk teljes mértékben bio termék, és ebből a bio gyümölcsből készültek ezek a pálinkák. A pálinka mustrán túl gasztronómiai udvar, kézműves vásár, mesterségbemutató és helyi termékverseny színesítette a Pálinka Nap programját. Ez a kisebb csapat ez annak köszönhető, hogy együtt dolgozunk a hétköznapokban, és hagyományosan minden évben rendezünk egy ilyen családi napot, idézőjelbe téve családi napot. Megpróbálunk összejönni szabadidőnkbe is, és kitűztünk egy célt, hogy most legyen Füzér az, ahol összejövünk, és megkóstoljuk itt a nagyon finom pálinkákat, a sajátjainkat, az ittenieket, a finom ételeket, finom italokat, és körbenézünk a környéken. Az eseményen bemutatkozott a két hete a Nemzeti Vágtár Füzér színeiben indult és győzelmet aratott Zsoki és Lova, akiknek mindössze két hetük volt az összehangolódásra. Nagyon nagy dicsőséget jelent, vagy nagyon jó érzés, hogy ennyi idő alatt össze tudtam szokni a lóval, és jól tudtunk együttműködni. A rendezvény keretében a megújult és a vendégek előtt a tavasz folyamán megnyitott füzéri vár is látogatható volt. Az Országos Könyvtári Napok programsorozat részeként Pál Feri atya tartott előadást Sátoraljaújhelyen. Az ismert római katolikus plébános most nem csak mint pap, de mint mentálhigiénis szakember beszélt a párkapcsolatról. A Magánytól az összetartozásig címet viselő előadásában azokat a konfliktusokat világította meg, amelyeket egy házasságban megélhet egy férfi és egy nő. Képes őt szeretni, úgy, hogy még csak nem is találkozol az esküvő előtt vele. Erre az indiai fiú ugyanolyan elképedéssel reagált, és azt mondja, hogy fogom tudni szeretni. Hát ne resz rá 50 éve. Hogyan lesz az évek során ugyanabból a férfiből vagy nőből, akit szerettünk, egy idegesítő, folyton hibázó személy? Meddig tart a szerelem, és mi lesz utána? Miért keressük mindig a kapcsolatunk elején érzett emóciókat? Ezekről a kérdésekről beszélt Sátoraljaújhelyi közönségének Pál Feri atya. A római katolikus plébánost nem ismerhetjük a kereskedelmi csatornákról, mégis mindenki ismeri a nevét. Hetente ülnek be több százan budapesti előadásaira, követői táborokat szerveznek a neve alatt, melynek kétszer volt már helyszíne Sátoraljaújhely. Most a Városi Könyvtár hívta előadásra, és előre látva a nagy érdeklődés nem a könyvtárba, hanem a Latabár Színházba hívták az érdeklődőket. Humorral és élettel teli történeteket mesélt el, anekdotákkal és a saját családi példájával. Pedagógusként milyen előadónak tartod őt? Remek előadónak tartok, azért jöttem el. Egyetlen egyszer láttam a tévében, és akkor megjegyeztem magamnak a nevét, és nagyon megörültem, amikor láttam, hogy eljön hozzánk. A Sátoraljaújhelyi előadáson Pál Feri nem csak mint pap, de mint mentálhigiénész szakember próbált segíteni, pszichológiai kutatásokkal alátámasztani, miért változik meg az évek során párunkhoz való hozzáállásunk, és mit tehetünk ez ellen. Válaszok helyett utat és irányt adott ezen az estén is. A döntést már a hallgatóságra bízta itt is. Az Országos Könyvtári Napok programsorozat részeként további rendezvényeket is szervez az Újhelyi Könyvtár. Október 4-én délután 16:30-tól immár újra a könyvtárban Monspars Saroltát várják, aki életéről, a sporthoz való hozzáállásáról beszél majd. Híradónk végén nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Kvóta népszavazás. Az ötös számú választókerületben 97%-os volt a nemek aránya. Sátoraljaújhelyen és Sárospatakon is 35%-os arányban vettek részt a népszavazáson.
Szabad Pálinka napfűzéren. Kedves nézőink, Önök az Emplén Televízió híradóját látták, megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Friss hírekkel legközelebb szerda este 7 órakor várjuk Önöket. Tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!